Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot. (97, 245) szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Tisztelt országgyűlés, a házszabály 106. szakasz 8. bekezdésére figyelemmel most a zárószavazásra is sor kerülhet. Emlékeztetem önöket, hogy a kormány támogató álláspontját az általános vitában államtitkár úr már ismertette. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a TPER 3360-as számú törvényjavaslatot? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a törvényjavaslatot. 244, igen, 56, nem és 42 tartózkodó szavazattal elfogadta. Az előterjesztők indítványozták, hogy az országgyűlés elnök az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnök úrtól. Kérdezem önöket, hozzájárulnak ehhez? Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet. 246, igen, 54, nem, 39 tartózkodó szavazattal elfogadta. Most soron következik a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztés TPER 3197-es számon, az egységes javaslatot pedig TPER 3197/10-es számon kapták készhez képviselőtársai. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Megnyitom a záróvitát a TPER 3197/12-es számú ajánlás első pontjára. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok, a záróvitát lezárom. Kérdezem a kormány képviseletében, kíván-e valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok, tisztelt országgyűlés, most a módosító javaslatról határozunk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az Alkotmányügyi Bizottság jogtechnikai módosító javaslatát az első pont szerint, amelyet az előterjesztő támogat? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 332, igen, 1, nem és 2 tartózkodó szavazattal elfogadta. Most a zárószavazás következik. Felhívom figyelmüket, hogy az egységes javaslat 41. szakaszának elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazást két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a TPER 3197-es számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét az egységes javaslat szerint? Kérem, szavazzanak a jelenlévők kétharmadával. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a minősített többséget igénylő rendelkezést 298, igen, 1, nem és 44 tartózkodó szavazattal elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a TPER 3197-es számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét az egységes javaslat szerint? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 304, igen, 2, nem, és 37 tartózkodó szavazattal elfogadta. Az előterjesztő indítványozta, hogy az országgyűlés elnök az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kéri a köztársasági elnök úrtól. Kérdezem önöket, hozzájárulnak ehhez? Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 303, igen, 0 ellenszavazat és 30 tartózkodással elfogadta. Most soron következik a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszer értékesítésének rendjéről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatal és a zárószavazat. Az előterjesztés TPER 3498-as számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig TPER 3498/19-es számon kapták készen képviselőtársai. Tájékoztatom önöket, hogy a Gazdasági és Informatikai Bizottság a mai napon további módosító javaslatot nyújtott be az erről készült bizottsági ajánlása TPER 3498/22-es számon a honlapon elérhető. Arra figyelemmel, hogy az országgyűlés múlt heti ülésén arról határozott, hogy a törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatalára és a zárószavazásra házszabálytól való eltéréssel a mai napon sor kerülhet,
sor kerülhessen, a határozathozatalnak nincs akadálya. Tisztelt Országgyűlés! Felkérem Tiba István jegyző urat, hogy ismertesse az ezzel kapcsolatos információkat. Tisztelt Országgyűlés! Az ajánlás 18. pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért erről nem határoz az Országgyűlés. Az 5. és 30. valamint a 6. 13. pontok sem kapták meg a bizottsági támogatást, de ezekről a Jobbik szavazást kért. Tájékoztatom Önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 2., 3., 4., 7., 8., 10., 11., 12., 15., 17., 21., 23., 25., 26., 29., 31. és 32. pontját támogatja. Köszönöm szépen, jegyző úr! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést. Elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat. ...246 igen, 39 nem, 55 tartózkodó szavazattal elfogadta. A bizottsági állásfoglalásokra figyelemmel további javaslatokról is döntenünk kell. Az ajánlás első pontjában Ercsei Katalin és Schiering Gábor, az első szakasz első bekezdés harmadik pontjában a fizetéskönnyítő program fogalmát módosítják azzal, hogy az árfolyamot a törvény tartalmazza. Ennek alternatívája szerepel a 6. pontban, amelyben Lenhardt Balázs és Berta Szilvia az első szakasz második bekezdésének módosításával. Azt javasolják, hogy a pénzügyi intézmény a deviza hitelszerződés megkötésekor rögzített árfolyamot alkalmazza. Először az ajánlás első pontjáról döntünk. A bizottságok nem támogatják. Kérem Önöket, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a módosító javaslatot. ...48 igen, 294 nem, ellenében tartózkodás nélkül elutasította. Most az ajánlás 6. pontjáról a Jobbik kérésének megfelelően szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés a módosító javaslatot. ...48 igen, 258 nem, és 38 tartózkodó szavazattal elutasította. Az 5. és 30. pontokban Schneider Tamás és mások a forintosítás fogalmát és az ezzel kapcsolatos kormányfelhatalmazást terjesztik elő a törvényjavaslat első, illetve 11. szakaszában. A Jobbik kérésére szavazunk, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a módosító javaslatot. 44 igen, 250 nem, 49 tartózkodó szavazattal elutasította. Az ajánlás 9. pontjában Schneider Tamás és mások az első szakaszt új bekezdéssel egészítik ki. Ebben azt javasolják, hogy a kényszerintézkedés kezdeményezésére csak a nemzeti eszközkezelő felállítását követően legyen lehetőség. A bizottságok nem támogatják, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés a módosító javaslatot. 46 igen, 246 nem, és 50 tartózkodó szavazattal elutasította. Az ajánlás 13. pontjában Schneider Tamás és mások a harmadik szakasz első bekezdés A pontjának elhagyását javasolják. Az alaprendelkezés szerint hitelkeretszerződés megkötése csak akkor lehetséges, ha a korábbi fizetési késedelem nem haladja meg a 90 napot. A Jobbik kérésére szavazunk, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés a módosító javaslatot. 56 igen, 249 nem is, 39 tartózkodó szavazattal elutasította. Az ajánlás 14. pontjában Ercsei Katalin és Schiering Gábor a harmadik szakasz első bekezdés C pontjának elhagyását és új bekezdéssel történő kiegészítését javasolják. Ebben a hitelkeret szerződés megkötésének feltételeit módosítják, és a közjegyzői díjfizetési kötelezettséget a hitelintézetre terhelik. A javaslat magában foglalja a 16. pontban előterjesztett indítványokat. Most a 14. pontról határozunk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzalak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a módosító javaslatot. 101 igen, 244 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Most az ajánlás 16. pontját teszem fel szavazásra. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak!
Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot. -96 igen, 242 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 19. valamint 20. pontjában Ercsei Katalin és Seiring Gábor a 4. szakasz első bekezdésében a hitelkeret szerződés 1-es feltételeit módosítják. Először a 19. pontról döntünk, a bizottságok nem támogatják, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot. 52 igen, 290 nem és egy tartózkodó szavazattal elutasította. Most az ajánlás 20. pontját teszem föl szavazásra. A bizottságok nem támogatják. Kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot. 55 igen, 292 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 22. pontjában Ercsei Katalin és Seiring Gábor a 4. szakasz 6. bekezdés módosításával a fizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezést terjesztenek elő. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 97 igen, 245 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 24. pontjában Ercsei Katalin és Seiring Gábor az 5. szakasz első bekezdésében az előtörlesztési szabályt módosítják. A bizottságok nem támogatják, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 92 igen, 248 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 27. pontjában Ercsei Katalin és Seiring Gábor a 7. szakasz 4. bekezdésében a követelés engedményezésének szabályát változtatják meg. A bizottságok nem támogatják. Kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 52 igen, 292 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 28. pontjában Ercsei Katalin és Seiring Gábor a 9. szakasz első bekezdését adatközlési szabályok kiegészítésével módosítják. A bizottságok nem támogatják, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 59 igen, 287 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A második ajánlás első és második pontjaiban a Gazdasági és Informatikai Bizottság az első szakasz első bekezdés, második pontjában a fedezeti ingatlan fogalmának módosításával és a 10. szakasz kiegészítésével fedezeti ingatlannál minősíti a 30 millió forintot meghaladó ingatlanokat és 2%-os értékesítési korlátot is megállapít. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 282 igen, 21 nem, 43 tartózkodó szavazattal elfogadta. Tisztelt képviselőtársaim, határozathozatalunk végére értünk. A múlt heti ülésünkön elfogadott házszabálytól való eltérésnek megfelelően most sor kerülhet a zárószavazásra is. Kérdezem a tisztelt országgyűlést. Elfogadja-e a TPER 3498-as számú törvényjavaslatot? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a törvényjavaslatot. 248 igen, 60 nem, 40 tartózkodó szavazattal elfogadta. Az előterjesztő indítványozta, hogy az országgyűlés elnök az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kéri a köztársaság elnök úrtól. Kérdezem önöket, hozzájárulnak ehhez. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet. -247 igen, 95 nem és egy tartózkodó szavazattal elfogadta. Most soron következik a rendőrségről szóló 1994. évi 34. törvény, a szabálysértésekről szóló 1999. évi 69. törvény, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi
128. törvény, valamint a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 133. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést éppen 3481-es számon kapták készhez képviselőtársaim. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. A törvényjavaslat első és második szakaszának, valamint 12. szakasz második bekezdésének elfogadásához az alkotmány rendelkezései alapján a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a határozathozatalra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a Téper 3481-es számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét? Kérem, szavazzanak a jelenlévő kétharmadával. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a törvényjavaslat minősített többséget igénylő részeit 345 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta. Kérdezem, a tisztelt országgyűlést elfogadja a Téper 3481-es számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét? Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeit 345 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Az előterjesztő indítványozta, hogy az országgyűlés elnök az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kéri a köztársasági elnök úrtól. Kérdezem önöket, hozzájárulnak ehhez? Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 344 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. Most soron következik a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, módosító javaslatairól történő határozathozatal. Bánki Erik, Szalai Ferenc és Csizi Péter fideszes, valamint Cseszták Miklós KDNP-s képviselők önálló indítványát, Téper 3376-os számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig Téper 3376/8-as és 10-es számon kapták készhez képviselőtársaim. Az előterjesztő és zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek. Felkérem Hegedűs Lórántné jegyzőasszonyt, ismertesse a határozathozatallal kapcsolatos információkat. Tisztelt országgyűlés, bejelentem, hogy az ajánlás második pontját az előterjesztője visszavonta. Az ajánlás első pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért erről nem határoz az országgyűlés. Az ajánlás 5., 8., 9. és 11. pontjaiban szereplő javaslatsor, valamint a 10. pont, továbbá a 4. és 6., valamint a 7. pontok sem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de ezekről az MSZP, illetve a Jobbik szavazást kért. Tisztelt országgyűlés, tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztők az ajánlás 12., 13., 14., 15., 16., 17. pontját, valamint a kiegészítő ajánlás 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 7. pontjait támogatják. Köszönöm szépen, jegyzőasszony. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 333 igen, 1 nem és 11 tartózkodó szavazattal elfogadta. Bizottsági állásfoglalása és frakciókérése figyelemmel további javaslatokról is döntenünk kell. Az ajánlás harmadik pontjában Varga László és mások, a második szakaszban a társasági adóról szóló törvény 4. szakaszának kiegészítését javasolják az olimpiai sporták fogalmába. A javaslat összefügg az ajánlás 5., 8., 9. és 11. pontjaival, amelyekről az MSZP szavazást kért. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 56 igen, 248 nem és 42 tartózkodó szavazattal elutasította. Az ajánlás 4. pontjában Szilágyi György, a második szakaszban a társasági adótörvény 4. szakasz 43. pont B alpontjában a látvány csapatsportban működő hivatásos sportszervezet egyik fogalmi elemét módosítja. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot
45 igen, 299 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 6. pontjában Szilágyi György a 3. szakaszban a törvény 22 per nagy C szakasz 3. bekezdése helyébe új rendelkezés javasol, amelyben a támogatás igazolás adattartalmát terjeszti elő. A Jobbik kérésére szavazunk, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. Igen, 287 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 7. pontjában Szilágyi György a 3. szakaszban a 22 per nagy C szakasz 5. bekezdését új ponttal egészíti ki, amelyben a támogatási igazolás kiállításának újabb feltételét terjeszti elő. A Jobbik kérésére szavazunk, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 44 igen, 299 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 10. pontjában Varga László és mások a 8. szakasz első bekezdésében az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény 3. szakasz 4. bekezdésében szereplő összeghatárokat módosítják. Az MSZP kérésére szavazunk, kérem, szavazzanak! Én kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 50 igen, 292 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra a jövő heti ülésünkön kerül sor. Most soron következik az egyes jogállási törvényeknek az alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazásra. Lázár János és Varga István fideszes képviselőtársaink önálló indítványát Téper 3296-os számon, az egységes javaslatot pedig Téper 3296-10-es számon kapták készre az képviselőtársaim. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Megnyitom a záróvitát a Téper 3296-12 számú ajánlás első pontjára. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. Jelentkezőt nem látok, a záróvitát lezárom. Így Varga István képviselőnek nincs mire válaszolnia. Most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az Alkotmányügyi Bizottságnak a kormány tisztviselők napjára vonatkozó módosító javaslatát az első pont szerint, amelyet az előterjesztő is támogat. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 249 igen, 1 nem, 95 tartózkodó szavazattal elfogadta. Most a zárószavazás következik. A határozathozatal előtt kérdezem a kormány álláspontját. Óhajtja-e valaki ismertetni? Nem. Felhívom figyelmüket, hogy az imént elfogadott új 4. alcím és a 11. szakasz kivételével a törvényjavaslat elfogadásához az alkotmány rendelkezései alapján a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Ezért a zárószavazást a két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a Téper 3296-os számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezései. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint a jelenlévő kettőharmadával. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét 251 igen, 93 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a Téper 3296-os számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő 4. alcímét és 11. szakaszát? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét 249 igen, 93 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Az előterjesztők indítványozták, hogy az országgyűlés elnök az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kéri a köztársasági elnök úrtól. Kérdezem önöket, hozzájárulnak ehhez. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet. Igen, 94 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Most soron következik a MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek
A magyar állam javára történő megvásárlásának jóváhagyásáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatairól történő határozathozatal és lehetőség szerint a zárószavazás is. Az előterjesztést H per 3490-es számon a számbevőszéki és költségvetési bizottság ajánlását pedig H per 3490 per 5-ös számon kapták készhez képviselőtársai. Most a határozathozatalok következnek. Az ajánlás első, második és harmadik pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de a frakciók kérték a határozathozatalt. Az ajánlás első pontjában József István és Göndör István, a második pontjában pedig Nikos László, a határozati javaslat harmadik pontjában szereplő kormányfeladatot módosítják, egymás mellett is elfogadható módon. Először az első pontról döntünk, amelyről az MSZP kérte a szavazást. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 110 igen, 227 nem, és egy tartózkodó szavazattal elutasította. Most az ajánlás második pontjáról szavazunk a Jobbik kérésének megfelelően. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 97 igen, 240 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás harmadik pontjában Nikos László a határozati javaslat kiegészítésével az állami számvevőszék elnökének kíván feladatot meghatározni. A Jobbik kérésére szavazunk, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot 91 igen, 243 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A házszabály 106. szakasz 8. bekezdés alapján az elfogadott módosító javaslat az nélkül. Bekezdése alapján elfogadott módosító javaslat hiányában most sor kerülhet a záró szavazásra is. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a H per 3490-es számú határozati javaslatot? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a határozati javaslatot 282 igen, 53 nem és egy tartózkodó szavazattal elfogadta. Most soron következik a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi 169. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést éppen 3489-es szápon kapták készhez képviselőtársaim. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sorra, a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a TPER 3489-es számú törvényjavaslatot? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a törvényjavaslatot 286 igen, 51 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Az előterjesztő indítványozta, hogy az országgyűlés elnök az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kéri a köztársasági elnök úrtól. Kérdezem önöket, hozzájárulnak ehhez? Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 284 igen, 51 nem, szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Soron következik az atomenergiáról szóló 1996. évi 116. törvény, valamint a fegyver és biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 159. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatairól történő határozathozatal. Az előterjesztés TPER 3288-as számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig TPER 3288 per 29 és 33-as számon kapták készhez képviselőtársaim. Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek. Felkérem Tiba István jegyző urat ismertesse a határozathozatallal kapcsolatos információkat. Tisztelt országgyűlés, bejelentem, hogy a 30/1-es pontot előterjesztője visszavonta. Az ajánlás 5., 13., 14. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért ezekről nem határoz az országgyűlés. A 2/1-es pont, a 6. és 30. pontok, valamint a 4. és 18. pontok sem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de ezekről a frakciók szavazást kértek. Tisztelt országgyűlés,
Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 9., 15., 16., 17., 20., 21., 25., 26., 27., 28., 31., 32., 33., 34. pontját, valamint a 20/1-es pontjait támogatja. Köszönöm szépen, jegyző úr. Kérdezem, a tisztelt országgyűlést elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat. 338 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.